Egy 21-es kékfrankos rozé és egy 20-as márló. Egy mecseknádasdi bortermelő sorolta fel, milyen nedőkkel készül a borbarangoló elnevezésű eseményre. A rendezvényen több mint 10 helyi pincészet várja a látogatókat. Ezt megelőzően tartottak mustrát a szakemberek, ahol eldőlt, melyik 3 bort készíthetik elő a borászok. Egy hibátlan boroknak kell lenni, ezért is jöttünk most össze, hogy végigmegyünk minden pincén, megnézzük, hogy ki milyen bort szeretne kínálni, azt megkóstoljuk, és hogyha úgy dönt a társaság, hogy igen, ez bemutatható, akkor azt a gazda bemutathatja, ha nem, akkor javasolunk neki egy másik fajtát az ő saját választékából. A termelők között szerepel Hudák István, akihez szintén ellátogattak a szakemberek. A borász Chardonnay és Merlot fajtákkal készül, de egy igazán különleges bort is kóstolhatnak majd az érdeklődők. Fönnkirchen, ez egy olyan vörös küvé, amiben 5 fajta szőlő van. Ez a Cabernet Sauvignon, kék frankos, Shiraz vagy Sirac, Merlot és a Saperavi. A Saperavi csak annyi akartam mondani, hogy ez a fajta bor lehet csak nálunk kóstolni, talán összes Európában, csak nálunk van. A mecseknádasdi borbarangolót egyébként szeptember 17-én rendezik meg. A pincejárás délután 1 órakor kezdődik, ezután vacsora, koncert és szórakoztató műsor várja a vendégeket.